A Heves megyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján arra hívja fel a figyelmet, hogy a meleg időben kialakuló heves esőzések komoly veszélyforrást jelenthetnek a villámlás, illetve a nagy mennyiségű csapadék miatt. De mit tehetünk akkor, hogyha egy ilyen vihar kellős közepén találjuk magunkat? Erről beszélgetünk vendégünkkel. Sok szeretettel köszöntjük Nagy Csabát, a Heves megyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószóvivőjét, illetve tűzoltó főhadnagyot. Sziasztok, tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket! Jó estét, szervusz! Miért jelent komoly veszélyt az, különösen autóúton vagy autópályán, hogyha egy ilyen viharban találjuk magunkat? Három nagy veszélyforrást emelnék ki. A villámlás, a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz és a viharos erejű szél. Na most a szél jellemzően fákat csavar ki, vagy pedig szárazabb ágakat szakít le az útra, úgyhogy ez nagy veszélyforrás a közlekedőkre nézve. A nagy mennyiségű csapadékvíz az vízátfolyásokat okozhat az úton, ezeket érdemes elkerülni. Hát már egy olyan térdig érő víz is el tud sodorni egy gépjárművet, és hogyha gyalog próbálunk ezen átkelni, azt javasolnám, hogy inkább ne tegyük, mert a víz tereptárgyakat takarhat el, csatorna fedelet szedhet fel, úgyhogy csapdába is eshetünk, beleeshetünk egy nagy gödörbe is. A villámlás pedig nem jellemző, hogy autókba csap, de volt már rá példa, úgyhogy ez is egy veszélyforrás mindenképp. Ezt pont kérdezni akartam, mert őszintén szóval én is, amikor vezetek, és ilyen zivataros helyen vezetek, akkor a villámok cikáznak jobbra-balra, és a gyermekeim mindig kérdezik hát, hogy apa, nem csaphat bele a villám az autóba? Elméletileg igen. Nem jellemző. De nem jellemző is. Miért nem jellemző? Az autópályán pedig ott nincs különösebben magas tereptárs körülöttünk. Így van, tehát a villám szeret inkább magas, exponált helyekre becsapni, és jellemzően ilyen nagyobb fák, vagy ilyen kiálló tárgyakba csap be inkább, mint mozgó autókba. Mégis azt javasolnám, hogyha az út és látási viszonyok nem megfelelőek, akkor semmiképp se álljunk meg az úton, de egy parkolóba, vagy autópályán egy pihenőben érdemesebb megállni és megvárni a vihar végét, de ilyenkor zárjuk be az ablakot, ajtót a gépjárművön, az ablakokat mindenképp, és ne érjünk a gépjármű fém részeihez, a biztonság kedvéért. A jégeső az miért jelenthet különös veszélyt? Ugye autópályán nem is feltétlenül van arra lehetőség tényleg, hogy bárhova behúzódjunk. Most, hogy múlt hétvégén is volt egy ilyen nagyobb jégeső, mit javasolsz ilyenkor, amit tehetünk? A legveszélyesebb dolog, amit tehetünk, és azt ne tegyük, hogy megállunk az autópályán. A megállósában sem javasolt a megállás, hogy csak műszaki hiba esetében szabad megállni. Ez nem minősül műszaki hibának, de nagyon veszélyes lehet a jégeső, mert az út és látási viszonyokat nagyon megrontja. A legtanácsosabb azt tenni, hogy folytatjuk utunkat, természetesen sebességet visszavéve, nem az autópályán, nem kell a maximális sebességgel menni, és a legközelebbi pihenőbe megállni. Ahogy mondtam, lezárni a gépjármet és nem érni a fém részekhez, tehát mindenképpen megvárni a vihar végét, de nem egy átjáró alatt, tehát ott tilos megállni ilyen. Én tudom, hogy a gépjárműben kár tud tenni a jégeső, de sokkal nagyobb veszélyforrás, hogyha a megállósában megállunk, vagy ne adj Isten az autópályán, vagy az úton, mert ott akár az életünket is kockáztathatjuk ezzel. Egy tanulmány esetet szeretnék elmondani. Két hete talán egy tegerben óriási jégeső volt. Nem tartott sokáig, de volt egy jelentős jégeső. Épp akkor autóval jöttünk a viaduknál, és a feleségem lehúzódott a temetőnél lévő parkolóba egy fa alá. Jól járt el? Fa alá nem ajánlanám, jól járt el, mert megállt, és ha úgy érezte, hogy az utat így nem tudja folytatni, nem tud tovább vezetni, akkor mindenképpen jól járt el. Azt viszont nem javasolnám, hogy fa alatt álljunk meg se gépjárművel, se nem mondjuk vihar esetén oda sátorozni vagy oda bújni. Azért veszélyes ez, mert a villám számtalan esetben csapott már fákba, és az erős szél pedig leszakíthat nem egészséges ágat, vagy akár egy egészséges ágat is, úgyhogy nem javasolt dolog fa alatt megállni. Semmiképp. Jól járt el, mert megállt és egy parkolóba állt, meg nem az úton, de fa alá nem javasolnám, hogy táborozzunk ilyenkor. A jégtől próbálta óvni az autót.
Értem, mint mondtam, én tudom, hogy a fényezésben nagy kárt tud tenni, de egy leszakadó faág is óriási kárt tud tenni, sőt, akár testi épségünket is kockáztatjuk ezzel, hogyha a szélvédőn az a faág beszakad, vagy betöri a szélvédőt, úgyhogy még mindig kisebb az a jégkár, amit okozhat egy leszakadó fa, vagy egy ránk dőlő fa, ne adjisten, vagy egy villám, ami ott csap be mellettünk, hogyha ott parkolunk a gépjárművel. Hogyha például gyalogosan vagyunk, nem autóval, túrázunk, vagy éppen hazafelé tartunk, akkor gyalogosként mit tudunk tenni? A legjobb, hogyha keresünk egy zárt helyet, bármilyen épület, vagy pedig üzlet, hogyha nyitva van, akkor legjobb, hogyha ott várjuk meg a vihar végét. Egy barlang is jó lehet, hogyha az biztonságos barlang, de minimum annak olyan 1,5-2 méter mélynek kell lennie, tehát ahol el tudunk bújni ott a viharos szél elől, vagy esetleg a jégeső elől is, vagy agykidőlő fa elől is, ami biztonságot nyújthat. Mindenképpen kerüljük a vizes helyeket, tehát inkább száraz helyre meneküljünk, és ahogy mondtam, semmiképp se táborozzunk le fa alá. Tudom, hogy ott nem esik először úgy az eső, meg a jégesőtől egy kicsit védve vagyunk, egy darabig utána a fáról is ugyanúgy csorog rá a víz, de semmiképp se fa alá menjünk. Az utóbbi időben igen sok heves vihar csapott le Magyarországra. Magyarország különböző területeiről hallottunk híradásokból, eléggé elrettentő információkat és képeket is láthattunk. Milyen feladatokat hárítanak ezek a viharos időszakok a katasztrófavédelemre, illetve a tűzoltóságra? Ilyenkor a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék befolyik az alacsonyabb ingatlanokba, például pincékbe, mélygarázsokba. Mindenki nézze, javaslom, hogy mindenki nézze a meteorológiai riasztásokat, előrejelzéseket, és hogyha riasztás van kiadva felhőszakadásra, akkor a pincéket érdemes áramtalanítani, és felhozni onnan az olyan elektromos tárgyakat, amikben nagy kár tehet, vagy bármilyen tárgyat, amit féltünk, azt érdemes felhozni, vagy felvinni a padlásra, vagy addig átmenetileg felhozni a vízszint fölé, tehát hogy ne tudjon kárt tenni benne. A viharos erejű szél fákat szokott jellemzően kidönteni, vagy veszélyesen megdönteni, és ez gyakorlatilag veszélyes a gyalogos forgalomra és a jármű forgalomra is. A tűzoltók ilyenkor jellemzően motoros láncfűrészekkel eltávolítják ezeket a fákat, és szabadtá teszik az utakat. A nagy mennyiségű felgyülemlett vizet ott szivattyúval távolítják el, de a tűzoltóknak körülbelül egy olyan 30 centi víznek kell ott lenni, hogy be tudjanak avatkozni. Az ő szivattyújuk annál nagyobb vizet tud kiszivattyúzni, tehát annál kisebb vizet nem tud az agyszivattyú eltávolítani, mivel beavatkoznak. Tehát gyakorlatilag egy 30 centi víz minimum, ahol ők beavatkoznak. Jellemzően az erős szél még tetőket is leszokott tépni, palatetőket jellemzően, vagy nagy bádoglemeztetőket még jellemzőben, azokban szokott kárt tenni. Ezeket a tetőket szokták a tűzoltók gyorsan lefóliázni, míg ott egy átszakember ki nem javítja, és meg nem, helyre nem teszi a tetőt, de addig is legalább nem ázik be, és a károkat így el tudják kerülni, akik úgy jártak. Sokan töltjük a nyarat vízparton, a hőség elől vízpartokra menekülünk, ott is lecsaphat egy-egy vihar, igen, gyorsan. Mi az, amire különösen figyeljünk oda, hogyha víz mellett vagyunk, vagy éppen vízen vagyunk? Mindenképpen figyeljünk, a Magyarország nagyobb tavain viharjelző rendszerek is működnek. Hogyha percenként 45-öt villog ott a viharjelző rendszer, akkor az azt jelenti, hogy 500 méternél már nem menjünk bentebb fürdőzni a parttól 500 méterre. Hogyha pedig 90-et villog, akkor azonnal hagyjuk el a vízfelületet. Hogyha nagy vihar közeledik, akkor is azonnal hagyjuk el a vizet, és meneküljünk inkább zárt térbe. Létezik, és van nekünk egy ilyen Tavihar nevű telefonos applikációnk, ahol figyelemmel kísérhetjük, hogy Magyarország nagyobb tavain, nekünk itt a legközelebb a Tiszató, hogy milyen riasztásokat rendelt el a meteorológiai szolgálat azokra, és onnan is tájékozódhatunk már, hogy érdemes-e egyáltalán menni, vagy nem menni, vagy hogy kimenni a vízpartra egyáltalán fürdőzni.
Köszönjük szépen a tájékoztatást, és akkor mindenféleképpen fontos figyelni az előrejelzést, és hogy a viharban akkor próbáljunk behúzódni valahová, csak nem fa alá. Mindenképp így van. Utazás előtt is érdemes megnézni a map.hu-n, hogy milyen időjárás várható, és úgy tudunk készülni, hogy egyáltalán érdemes elindulnunk. Természetesen, hogyha első vagy másodfokú riasztás van kiadva, hogyha az utazásunkat el tudjuk halasztani, akkor azt észszerű kicsit későbbre tenni. Köszönjük szépen a jó tanácsot. Köszönjük szépen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm.